lesz. Letesztelve elég volt a 3G-s, ilyen FTP, HTTP linkeken, meg SourceForge-os linkeken. Most jön a 4G-s hálózat. Vajon nem? Lássa a 4G-set. Látnia kellene neki. Nem vagyok. Nézd a telefonon. Mi a gondjai lehetnek neki? Lekapcsolódott volna a telefon. Most lehet kapcsolva. És ennek látni a kellene a... A Windows 10-nek se... Windows 10-nek, de vagyan most nem akar jó lenni. Eléggé hibás ez a rendszer. Van mutatva a GlobalTel 3G-n már 1,5 gigabyte-ot használtam el. Most visszamegyek a ide, és akkor kell látszolni a 4G-s hálózatnak. Most ura töltődik, és itt is van, bejelent a 4G-s hálózat, és rámegyek a 4G-re. Előbb már le lehet tesztelve a 3G-n, rákonnektolt, és ugyanaz a fel ez a papi Linux SourceForge-os négyre lesz töltve rajta. Reméljük, hogy letöltés. És fog derülni az, hogy melyik a gyorsabb, a 4G-s vagy a 3G-s. Előző videóban is megemlítettem, hogy a 4G-s hálózaton jóval nagyobb a ping, jobban le van terhelve, mint a 3G-s, de azt is kell nézni, hogy a maximális sebessége a 4G-nek villani 250 megabit per szekundum, vagy 150 megabit per szekundum, még a másiknak még csak 50 megabit per szekundum vannak. Különbségek! El is indult! A Ranchert, kis fog derülni! Már 184 kilobájton tart. 243-an, 262, 310. Ez egy másik szerverem van, az előző a Netixen volt, ez még van NAP DDR, már 1,2, 1565, 1700, 1294, azt jelenti, hogy jóval gyorsabban tölti le, mint az előző. Az jóval lassabb volt. Lesznek olyan tesztek is, ahol majd streamelve is lesz rá a YouTube-on is, meg a Facebookon is ki fog derülni, mire képes ez a szolgáltató valójában. Eddigi tesztekből az derült ki, hogy a 4G-s hálózatok jóval gyorsabb, mint a 3G-s hálózatok. Átéri a az 1 giga gyorsan letölti. Most nem akarom elmenni a gyorsra. Torrentnál jóval gyorsabb volt. Ez HTTP és kapcsolat. Havazd meg. Sima pír volt, jóval gyorsabb volt. Valahogyan. Ha torrentolni akar, az vegye meg. Nem fog benne csalódni.
Egy percig tart neki. Három percig. Ali meg ott a... Kezemet! Látszik az, hogy mennyivel is gyorsabb a szolgáltató, meg vagyok repülve, milyen jó méréseket kaptam. Nála eddig még ez a egyik legjobb, amit kaptam. Amúgy meg volt az MTS, volt rajta 10 gigabyte, és abban vajon egy gigát sem nem bírtam elhasználni, lefogyasztani. Egyszerűen nem akart ahhozatokra rámenni. Itt meg régi gyors. És az a Battle. Régóta vannak. Szóval, hogy 2016 óta. Rajta gameplay-ek is. És lehet neki próbálni. Tu van. Ja, talán vinni fogja a játékot, ilyen hasznó cubot. Ez ilyen tesztként lesz, csak kipróbálva. És ott meglátszódik a ping, meg a feltöltés a streamnek, az általában 2 Mbit per szekundumra szoktam beállítani. És hát a másik szerverek, amik voltak, FTP-s, a Bloodlink-ben milyen gyorsan képes egy FTP-t letölteni. Néz ki, hogy ilyen a sebessége, mint a HTTP-nek. Torrentnál jobban, jobban növekedett, itt egyszerűen nem akar. Oda nekedik. Ott van, nem ennyit. Kevesebbet lett volna. Tölté, jön a megállítom, jön a distriplo.org, ibido.org.
már. De az ebben éri el. Nem, azt is kábloztam. 700 kilobájt már van. 724-nél. Látom a Windows 10 kintassal, hogy mennyit is használ el a hálózat. A társaknál. Mindössze 2,54 GB lett elhasználva, és kaptam rajta 15 GB-ot. Azt hiszem, hogy van még 12 GB interneten. Használni az egészet. Azért van, hogy ne legyen rajta. És most lesznek több tesztek is. Ez ennyi volt a töltés. Nem érdekel ez se, bezárom. És a következő videóban már lesz rá rakva. És hívják egy stream. Streamelés fog lenni. És akkor több lesz látva rajta. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!